Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. A címből gondolom mindenkinek egyértelmű, hogy a mai videóban Viszkok Fruzsinak a tegnap megjelent smink kollekcióját fogom megnézegetni, illetve tesztelgetni. Alapvetően, mikor megtudtam, illetve megláttam én is veletek szerintem egy időben, hogy miről van szó, már tudtam, hogy szeretnék néhány dolgot kipróbálni ebből a kollekcióból. Egyrészt, mert nagyon szeretem Fruzsinak a munkásságát, és úgy gondolom, hogy ennyivel is, hogyha hozzá tudok járulni esetlegesen ahhoz, hogy a későbbiekben akár még több hasonló projekttel tudjon előrukkolni, akkor mindenféleképp megteszem. Itt van egy ilyen kis rosszmanos papír tasak. Ma reggel elszaladtam a Rossmannba, és én voltam az első, aki hozzányúlhatott ezekhez az újdonságokhoz. Valószínűleg reggel pakolták ki őket, és így mindent ki tudtam ott szépen próbálgatni. Tehát, hogyha érdekel benneteket az én véleményem erről a tegnap megjelent nagyon-nagyon friss nyári Viszkok Fruzsis sminkekről, akkor maradjatok velem és nézzétek meg a videót. Először is szeretnék bocsánatot kérni, vagy legalábbis megmagyarázni, hogy miért áll ilyen kuszán a hajam, nemrég mostam meg, és nem igazán tudtam maradéktalanul megszárítani, de úgy érzem, ez tökéletesen beleillik a trópusi hangulatba, amit Fruzsinak a sminkjei képviselnek, úgyhogy vehetjük úgy, hogy ez a koncepcióm része volt. Először is szeretnék gyorsan végigfutni a termékeken, és néhány szóban elmondani így a benyomás, az első kis véleményemet róla. Az első dolog, ami itt van a kezemben, és nézem itt kamerán, mennyire látjátok a színeket, közelebbről is meg fogom nektek mutatni, ez nem más, mint egy ilyen 8-as szemhéj púder paletta. Nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a természetes, kicsit nudos árnyalatok, valamint a benne lévő kicsit melegebb tónusok, kifejezetten ilyen hétköznapinak gondolom. Volt benne egy ilyen kis védőfólia, ugye, amit így a színeken van, valamint a tükrön is van egy ilyen kis lehúzható fólia. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek a színek pigmentáltságára. Alapvetően én nem vagyok az a személy, aki ilyen extra, nagyon-nagyon szembetűnő szemsminket szokott készíteni. Inkább a visszafogottabb, kicsit csillámosabb és ilyen lágyabb színeket szeretem, és azokat szoktam használni. Nálam inkább ilyen szempontból a tartóság az, ami fontos is, hogy ne gyűjjön össze a redőkbe, de ugye ezt egy jó alappal is ki lehet játszani. A másik dolog, ami szintén rögtön felkeltette az érdeklődésemet a rúzsok után, az nem más, mint ez a kis kontúrpaletta. Nagyon-nagyon tetszik mindegyiknek ugye ez a kis fémes csomagolása, van benne tükör, ezen is van egy fólia, illetve a tetején is volt egy ilyen kis műanyag lapocska. Találunk benne egy bronzosító, egy pirosító, valamint egy highlightert. Én a highlightert már ott kipróbáltam, és így elsőre nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy bízom benne, hogy arcon is hasonlóan jól fog mutatni. Illetve az 5 rúzs közül elhoztam 4-et. Ha jól tudom, az 5. az egy nagyon-nagyon élénk pink volt, viszont az egyáltalán nem áll jól nekem. Ezek közül, ami leginkább nekem való és legjobban tetszett, az a Chili Kiss nevezetű, ami egy nagyon-nagyon szép élénk pirosas árnyalat. Mindegyiket kipróbáltam a készfejemen, és egy ilyen könnyed, ajakbalzsamos formuláról van szó. Ezt ugye Fruzsi is elmondta a videójában, hogy nem egy nehéz, mat, ilyen nagyon intenzív rúzsok ezek, amik nyáron valóban nagyon-nagyon tökéletesek, úgyhogy kíváncsi vagyok, melyik hogyan mutat rajtam. Az utolsó dolog, amit még bedobtam a kosárba, az nem más, mint ez a kis arcra való permet, ez a Dewy Looking elnevezésű kis csoda. Hát igazából ehhez hasonló termékem még nincsen, és alapvetően, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy kókuszos illata van, és hát ami kókuszos, az nekem jöhet, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Ennyiből áll Fruzsinak igazság szerint a sminkes része, amiket nem hoztam el, az 3 vagy 4 darab körömlak, illetve az az egy nagyon-nagyon pink rúzs. Ezekért a termékekért 11.542 forintot fizettem, és ha jól emlékszem, van valami kedvezmény Rossmann kártya felhasználásával, ha jól tudom, 10% bizonyos időpontig. Sajnos nekem nincs Rossmann kártyám, úgyhogy ezt nem tudtam bevetni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szívesen hoztam haza őket.
el is csatolom a hajamat az útból, hiszen így fogom tudni a legkönnyebben kipróbálni a különböző kis termékeket. Nem kell óriási nagy sminkre számítani, egyrészt én magam sem szoktam ilyen nagyon-nagyon bonyolult, vagy nagyon-nagyon különleges színkombinációkat használni, úgyhogy igyekszem a saját hétköznapi smink rutinomnak megfelelően dolgozni. Közben levettem ezt a fóliát a palettáról, hogy tudjam használni. Ide hoztam néhány olyan ecsetet, amit a saját termékeimhez is alkalmazni szoktam, és szerintem így lehet igazából a legjobban megnézni a különböző szemre való poroknak ugye a pigmentáltságát. Nagyon ritka az az eset, hogyha kézzel kell ugye felvinni őket, úgyhogy ebben az esetben is ezt fogom használni. Arra gondoltam, hogy egy ilyen nagyon-nagyon természetes, kis, egyszerű, bár csillámos, szatinos sminket fogok készíteni. Először is ezt az alul található bal sarokban lévő kis matt árnyalatot viszem fel az egész mozgó szemhéjamra, és megnézem, hogy mennyire pigmentált, és mennyire lehet vele szépen dolgozni. Ugye az fontos megemlíteni, hogy jelen esetben meglehetősen forróság van, és a nappal is háttal ülök, úgyhogy lehet, hogy rontanak itt a tesztelési dolgokon, de ettől függetlenül azért nagyjából lehet látni, hogy miről van szó. Amúgy a Real Techniques-nek az egyik kis ecsetét használom, mégpedig, ha jól tudom, ez a Crease Brush, a kis középső részre pedig ezt a bal szélső szaténos, kicsit aranyos, csillámos darabot fogom felvinni. Az nagyon-nagyon szembetűnő, hogy meglehetősen potyog, és már nagyon sok így a szemem alatt található meg. Lehet, hogy egy lapos ecsettel egyszerűbben lehetett volna vele dolgozni, de majd letöröljük itt a felesleget. Nagyon szeretem manapság ezeket az aranyos, kicsit szaténos dolgokat, akár szemről van szó, akár pedig highlighterekről. A szemzugba, ide a szélére, pedig ebből a sötét barnás árnyalatból szeretnék egy keveset felvinni. Amint látjátok, én egy ecsettel dolgozom. Ez a hétköznapokra is igaz. Egy-két ecsetet szoktam használni, és egyikkel felviszem, mondjuk ezzel, és van egy nagyobb pufi ecsetem, amivel pedig így el szoktam dolgozni a különböző árnyalatokat. Hát ez a barna nem a világ legpigmentáltabb darabja, vagy lehet, hogy csak nem igazán szeretett volna itt a többire feltapadni. Az alsó részre ebből a narancsos, kicsit terrakotta árnyalatból akarok egy keveset felhordani. Egy valóban visszafogott, nem túl intenzív szemsminket kaptam végeredményül, amihez majd fel fogok dobni egy vékony szemhéjtust, valamint a szempilláimat kifestem ezzel a L'Oréal-os szempilla spirállal. A többi színnek a kis mintáját meg fogom mutatni, hogy hogyan is mutat kézen, bár az ujjaimmal fogom a swatchokat meghúzni, úgyhogy ilyenkor azért jóval pigmentáltabbak, mint hogyha ecsettel dolgoznánk, de azért kíváncsi vagyok, hogy tényleg milyenek is ezek a színek. Először is nagyon-nagyon tetszik nekem itt a szélén megtalálható aranyos fényű darab, amit ugye használtam is az egész szemhéjamra. Igazából nincs vele semmi probléma, nem egy ilyen ultra különleges szín, de szeretem így a hétköznapokon. A második árnyalat, ami a palettában van, az egy picit ilyen poros, kicsit hullik, viszont nagyon kellemes terrakottás árnyalat. A harmadik szín egy ilyen bronzos, kicsit világosabb árnyalatú darab, ami szintén nagyon-nagyon tetszik szemhéjon. A negyedik egy különleges lilás árnyalat, ami nem igazán az én színem, ritkán szoktam ehhez hasonlót használni, de ettől függetlenül igazából szép színe van.
Az alul található két matt szín közül igazából egyik sem muzsikált olyan nagyon kitűnően és olyan nagyon profi módon, igazából kicsit ilyen piszkos hatásuk van, és nem annyira lehet velük jól dolgozni. A következő szín, ami alul található, aminek egy ilyen elképesztően szép, kicsit ilyen metálos fénye van, az viszont így újjal felvéve nagyon-nagyon kellemes. És az utolsó, amit ugye említettem, hogy nagyon tetszett a palettában, az pedig egy kicsit ilyen érdekes barnás, szaténos csillogású szín. Szerintem egyébként nagyon-nagyon szép. A leggyengébb árnyalatok egyértelműen a matt színek, ezek egyáltalán nem működnek olyan jól, mint akár más paletták matt árnyalatai, de ettől függetlenül a többi nem rossz. Amire még nagyon-nagyon kíváncsi voltam, az egyértelműen ez a kontúr paletta, és ebből is leginkább a highlighterre, de először is próbáljuk ki ezt a kis bronzosítót, kis világos tónusú dolgot. Először is felveszem egy ilyen pufi fejű ecsettel, és megnézem, hogy hogyan is mutat. Meglehetősen porol. Hát nem ez lesz életem kedvenc bronzosítója, nem igazán látok óriási nagy különbséget, és meglehetősen púderes és kicsit potyogós a textúrája, a formulája. Kipróbálok egy másik ilyen ecsetet, mégpedig a pirosítóhoz. Kíváncsi vagyok, hogy az hogyan fog mutatni. Alapvetően nagyon-nagyon tetszik a pirosítónak az árnyalata, és látható benne egy-két ilyen kis szaténos csillogás. Általában a szaténosabb termékek sokkal jobban szoktak megtapadni a bőr felületén, mint az ilyen poros, púderes változatok. Azokból egy kicsit könnyebb úgymond kihozni a jót. Hát ez a pirosító sem egy ilyen nagyon-nagyon intenzív darab, viszont azért jóval használható, mint a bronzosító, legalábbis nekem úgy tűnik így tükörben, hogy azért fel lehetett vinni. És a legnagyobb kedvencem, amit ugye így kézzel próbáltam ki, az nem más, mint a benne rejlő kis highlighter, amihez egy ilyen highlighter ecsetet fogok használni, és így az arcom magasabb pontjaira fogok belőle egy picit felvinni. Szerintem ez a highlighter nem rossz. Ezt akár még nyugodtan újjal is lehet felvinni. Nagyon kellemes, apró kis csillogással bír. Úgyhogy ez nekem tetszik. A bronzosító és a pirosító nem az én ízlésem, és nem is annyira pigmentált és intenzív, mint például a többi darabom, amit itthon használok. Nekem egy kicsit túl púderes és kicsit potyog, és nagyon-nagyon szétszóródik az arcon, de még kísérletezgetni fogok vele. Mindjárt befejezem a stem sminkemet, és visszajövök a rúzsok kipróbálásával. Befejeztem a szememet, kihúztam egy vékony cicás tussal, ami nem más, mint a Revolutionnek ez a kis szemhéj tusa, amit igazából szeretek, és tök precízen lehet vele dolgozni, valamint a L'Oréalnak használtam ezt a Volume Million Lashes elnevezésű változatát, és igazából a hétköznapokon is nagyjából ennyit szoktam használni, egy cicás tus, kicsit ilyen bronzos, barnás, aranyos, szaténos szemfestés, és a szememmel igazából készen is vagyok, és most elérkeztünk a talán számomra legizgalmasabb részhez, mégpedig a rúzsok. A csomagolás nagyon-nagyon tetszik, nagyon kis aranyos ezzel a rose gold árnyalattal, és az van ráírva, hogy 100% color és by Biscoff Frugi. Számomra a legérdekesebb szín árnyalat egyértelműen ez a 0-10-es pirosas szín, kicsit ilyen élénk, korallos beütése van, úgyhogy talán ezt várom a legjobban. Az üzletben már kipróbáltam, és nagyon-nagyon tetszett a színe, mint mondtam, egy kicsit ilyen balzsamos, vékonyabb termékről van szó, tehát nem ilyen matt, nagyon-nagyon extra színfedésről.
Az illata egy kicsit furcsa számomra, arra gondoltam, hogy így a trópusi témához valami kókuszos, vagy valami trópusi illat lesz. Ennek a terméknek viszont kicsit ilyen gyurmás, kicsit ilyen régi rúzs illata van, ami nem rossz, nem túl intenzív, viszont azért egy vaníliás, vagy egy kicsit ilyen enyhén kókuszos darabot talán jobban elbírtam volna. Úgyhogy nézzük is meg az általam leginkább várt rúst, hogy hogyan is mutat. Valóban egy nagyon-nagyon lágy, krémes formuláról van szó, ami egy picit így megcsúszik az ajkak szélén. Akár egy kicsit érdemes lehet így a fényéből visszavenni, hogy ne legyen olyan balzsamos talán, és akkor ilyen mozgás közben sem fog talán túlfutni. Hát ezt még tesztelgetni kell. Igazából a színe az nagyon-nagyon tetszik, valóban szép ilyen nyárias, kicsit korallos, érlénk, pirosas, úgyhogy a szín az egyértelműen teli találat, szerintem jól is áll, úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon tetszik. Talán ugyanolyan elv alapján fogom ezt is használni, mint a többi rúzsomat legtöbbször, hogy egy keveset felütögetek az ujjamra, és azzal beszínezem az ajak bőrét, és ilyenkor kicsit tartós szokott lenni, annak ellenére, hogy nem ugyanazt a szín, illetve fényhatást lehet vele elérni, de kevésbé mozog és kevésbé tud úgymond átmenni a poharakra, szívószálakra. Igazából nagyon kellemes árnyalat, mindjárt megnézem a többit, hogy hogyan mutat. A másik szín, ami még nagyon-nagyon tetszett, az nem más, mint a 030-as For You, és ennek egy kicsit ilyen nódos, lilás, piszkos, rózsaszínes színe van, ami igazából azért tetszett, mert ehhez hasonlóm nincs itthon, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez egy ilyen hétköznapi színárnyalatnak tök jó lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyan is áll ez nekem. Igazából a szín az nagyon-nagyon tetszik. Tetszik, hogy ilyen krémes a formulája, és hogy egyáltalán nem lehet érezni az ajkakon. Viszont amit lehet érezni az ajkakon, és annyira nem jó, az az íze, illetve az illata, mert kicsit jobban előjön, mint a piros változatnál, hogy ez olyan régi rúzsra emlékeztet. Úgyhogy talán most így jól jönne az a kókuszos, lájtos aroma, mert nem az igazi, így az íz alapján. Tudom, nem kell a rúst megenni, viszont akarva, akaratlanul is, beszéd közben valamilyen szempontból azért bejut ennek az aromája, úgyhogy az íze, illata nem lesz a kedvencem. Viszont a színe nagyon szép, és mint mondtam, nagyon kellemes egyáltalán nem érezni, hogy az ajkakon van. A következő szín, amit elhoztam, az egy kicsit így a komfortzónámon kívül áll, és lehet, hogy ez sokatoknak furcsán fog hangozni, hogy miért pont egy nude árnyalat áll az én komfortzónámon kívül. Hát igazság szerint én inkább a pirosas, kicsit ilyen medgyes, bordósabb árnyalatokat szoktam az én hétköznapi árnyalatomnak tartani, mert talán ez illik legjobban az arcomhoz, az én különböző hajbőr típusaimhoz, tehát hogy így egységében, hogyha én egy pirosas, kicsit ilyen élénkebb rúst viszek fel, akkor kevésbé feltűnő, mint amikor egy nude árnyalatot, vagy egy ilyen nagyon világos árnyalatot viszek fel, és számomra sokkal ilyen furcsábban hat rajtam, mint például az élénk piros színek, úgyhogy ezért nincs is ehhez hasonló árnyalatom, de gondoltam, hogy teszek egy próbát vele. Nem tudom, mennyire látjátok a felvételen, de ez a szín majdnem teljesen azonos az én ajkaim bőrével, úgyhogy egyáltalán nem is annyira világos, mint ahogy én gondoltam, illetve amennyire a kezemen annak tűnt. Összességében egy nagyon-nagyon természetes, ilyen visszafogott árnyalatról van szó, és itt is inkább csak magával az aromával, illetve az illattal van problémám, mert a szín, illetve a felvihetősége nagyon-nagyon tetszik, nagyon egyszerű, kellemes, és egyáltalán nem túl nehéz úgymond az ajkakon, úgyhogy ilyen szempontból nagyon tetszik. Az utolsó darab a rúzsok közül, amit elhoztam, az nem más, mint ez a májvás árnyalat, mégpedig a 050-es, és igazából
majdnem a nude és ennek a kis lilás árnyalatnak a kis közös gyermeke. Ennek is egy kicsit ilyen lilásabb tónusa van, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan is mutat rajtam. Ennek is nagyon-nagyon tetszik a színe, szerintem tök természetes mindegyik árnyalat, még a kis élénk piros korallos szín is szerintem tökre viselhető, és ennél is elmondható, hogy kellemes, könnyed formula, pont ugyanolyan, mint a többi, viszont sajnos itt is előjön ez a furcsa íz, illetve aroma. Nem is tudom, melyik rúzsnak szokott ilyen íze lenni, és pont ezért nem is annyira szeretem őket, viszont... remélem valamilyen kis extra ízesített ajakápolóval ki lehet ezt a dolgot játszani, mert egyébként szerintem iszonyatosan jó ilyen nyárias, kis könnyebb darabok, amiket akár tényleg egy tükörrel is könnyedén felvihetünk, nincs szükség külön ceruzára, nincs szükség külön tükörre. Nem mondom, hogy ez lesz életetek legtartósabb rúzsa, hiszen amint látjátok, egy egyszerű zsebkendővel is nagyon-nagyon könnyedén letörölhető, illetve egyértelműen egy nagyon krémes formuláról van szó, és szerintem néhány óra alatt sokat fog veszíteni ugye a színéből, de ára 1000 forint, és akár naponta többször is könnyedén fel lehet vinni, mert nem igényel nagy előkészületeket. Felvittem azt a rúst az ajkaimra, ami leginkább ritás, és ami leginkább tetszett a kollekcióból, és itt van az utolsó darab, ami nem más, mint ez a kis sminkfixáló, a Dewy Look névre hallgató kis kókuszos finomság. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hatása lesz az arcon, úgyhogy kicsit felrázom, és azt írja, hogy 15-20 cm távolságból fújjuk az arcra, természetesen csukott szemmel, úgyhogy lássuk is. De őszintén megmondom, nem lesz életem kedvenc kiszterelésű arcfermete. Az illata valóban nagyon-nagyon kellemes és kicsit kókuszos, ilyen naptejre emlékeztet, viszont a szórófej szerintem borzalmas. Kifejezetten ilyen nagyobb cseppekben összeállt az arcomon, és bár a sminket azt azért nem mosta el, kicsit így ráült a tetejére, és nem mondom azt, hogy szebb lett, mint nélküle, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kis termék. Ezt még talán kicsit tesztelgetni fogom, de egyenlőre nem tartozik a kedvenceim közé. Ennek az ára egyébként 1500 forint volt. Mindjárt el fogom mondani, hogy mi a véleményem így összességében a többi termékről, és akkor tudjuk összesíteni ezt a kis Viszkok Fruzsi smink kollekciót. Amint látjátok, ezt a sminket dobtam össze a termékekkel, meglehetősen olyasmi, mint amit én így a hétköznapokon használni szoktam. Hogyha megnéztek régebbi videót, ahol van rajtam valamilyen smink, akkor igazság szerint nagyjából ugyanezt fogjátok látni. Szerintem alapvetően nagyon-nagyon jó ötlet és jó látni, hogy magyar viszonylatban is elkezdődött ez a folyamat, hogy különböző márkák, különböző influencerekkel, youtuberekkel és ilyen hétköznapi emberekkel együtt dolgoznak. Ugye külföldön az már egyáltalán nem újdonság, és szerintem sokkal jobb ez, mint hogyha valamilyen youtuber vagy bármilyen olyan ember, aki ugye kicsit nagyobb nézőközönséggel rendelkezik, ilyesmit készít úgymond a nézőinek, mint például különböző bögrék és pólók és táskák. Abban az esetben, hogyha valakinek ez beleillik a profiljába, akkor elfogadható, viszont számomra annyira nonsense, hogy megvegyek egy olyan terméket, ami csak az adott embernek úgymond a monogramjával, vagy az arcával van úgymond ellátva. Tehát számomra ezek a különböző kis kollaborációk, különböző kis termékek, amikor egy-egy youtuber együtt dolgozik egy-egy márkával, számomra többet ér, de persze ez az én véleményem. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon nagy szó szerintem, hogy ez már Magyarországon is úgymond így megvalósult, úgyhogy külön szeretnék Fruzsinak gratulálni, mert szerintem és ez egy ilyen jó út szerintem ilyen szempontból. Visszatérve magukra a termékekre, egyrészt a csomagolás elképesztően jól néz ki, nagyon-nagyon szép és nyárias, ezek a kis paletták tök jól mutatnak. A
szemfesték palettában ugye a gyenge kis matt árnyalatok mellett azért van néhány olyan szép szaténos szín, amivel lehet dolgozni. Ennek az ára, ha jól tudom, és mindjárt ellenőrizni fogom, 2999 forint, ami szerintem azért egy picit magas, ezért az ár összegért már lehet kapni olyan sminkpalettákat, amiben akár több szín, illetve több lehetőség lapul. Én a Revolutionnek a szintjével tudnám összehasonlítani, de az abban lévő matt árnyalatok, illetve a többi szín is egy kicsit pigmentált, illetve könnyebb vele dolgozni, úgyhogy nem feltétlenül vásárolnám meg én, mint néző. A másik, ami itt van a kezemben, aminek szintén nagyon-nagyon szép a csomagolása, és a benne lévő színek, illetve koncepció sem rossz, itt az egyedüli dolog, ami számomra használható, az a highlighter, és arcon nagyon-nagyon tetszik, igazából még mindig ugye a kis aranyos, szaténos színe, viszont ez is 2999 forint, amiért már akár önmagában tudunk olyan highlightert venni, amilyet csak szeretnénk, és hogyha hozzádobunk egy-két ezrest, akkor pedig már akár nagy márkák highlighter palettájához is hozzá tudunk jutni. Akkor rátérnék a rúzsokra, amik talán szerintem a kollekció legerősebb tagjai, és 999 forintba kerülnek, hogyha jól emlékszem. Igen, és ezek szerintem nagyon-nagyon kellemesek, és ugye szerettek rúzsozni, és szerettek különböző színekkel játszani, és talán ezek közül valamelyik nincs meg, úgymond az eddig meglévő kollekciótokban, akkor érdemes lehet kipróbálni. Nagyon krémes, nagyon könnyed formuláról van szó, ami biztosan nem lesz órákig az ajkatokon, viszont egyszerű tükörrel, vagy akár a telefonotoknak úgymond a tükröződésében is könnyedén felvihető. Számomra egyébként nagyon-nagyon tetszenek a színek, és ilyen hétköznapiak könnyen kihasználhatóak. Az ötödik szín, amit nem hoztam el, említettem, hogy egy nagyon élénk, ilyen pinkes-kékes tónusú szín, ami egyáltalán nem az én ízlésvilágomnak való, úgyhogy azzal nem is próbálkoztam, viszont ezeket biztos fogom a hétköznapokban használni, és ár-érték arányban nem rossz. Az utolsó termék, ami számomra egész nagy csalódás volt, és nem ilyen dologra számítottam, az nem más, mint ez a fixáló spré. Ez 1500 forintba kerül, és egyrészt a szórófeje az kicsit ilyen nagyobb szemcséjű, és így megül a bőrön, valamint nagyjából eltelt néhány perc, és kicsit ilyen ragacsos, ragadós érzetet hagyott maga után. Különösen nagy dúi hatást azt nem tapasztaltam, úgyhogy számomra ez nem lesz ilyen nagyon bejövős termék kategóriájú dolog, viszont lehet, hogy valakinek tetszik, és kellemes kókuszos illata van mindemellett. Úgyhogy összességében ez lett volna az én kis tesztem a különböző termékekről. Egyértelműen látszik szerintem, hogy inkább a tini közönség lett megcélozva, és nekik lett kedvezve ezzel a kis termékkollekcióval. Alapvetően azért nem dobtam el az agyamat a termékek minőségétől, de mint ilyen különleges kollaboráció én értékelem, és azért is vásároltam meg, mint említettem, hogy ezzel is tudjam Fruzsinak a munkásságát támogatni. Hogyha én nem különösebben foglalkoznék ezzel a dologgal, akkor biztosan csak a rúzsokat vásárolnám meg, a többit inkább más termék, más márka kínálatából szerezném be, de igazából nem bánom, hogy kipróbáltam és megvásároltam őket. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogyha próbáltatok már valamit, esetleg megvásároltatok egy-egy terméket ebből a kollekcióból, akkor írjátok le a véleményeteket, hogy ti miket tapasztaltatok. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek így alapvetően ezzel a különböző márkák és különböző youtuberek esetleges
együttes kollaborációjáról, hogy ti vevők vagytok erre a dologra, vagy egyáltalán nem érdekel benneteket az ilyesmi, és inkább maradtok a jól bevált márkák, úgymond saját termék kiadásainál. Szóval köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a kis terméktesztelős videót. Ehhez hasonlót még nem igazán csináltam a csatornán, de igyekeztem minden szempontból átfogni a dolgokat, és a saját véleményemet elmondani nektek. Remélem, hogy tudtam bármilyen hasznos információ szolgálni. Szóval köszönöm még egyszer, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is. Sziasztok!